Szabadság A avagy 30 éves a rendszerváltás. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Szénási Sándor vagyok. A ma esti vendég Arakovács Attila, filozófus, politikus, újságíró. Jó estét önnek is! Jó estét! Üdvözlöm a hallgatókat is! Ugye az ön életútja példa arra, hogy hogyan kezdődik el az ellenzéki tevékenység a késő Kádárkor, illetve a Csáuseszkó korban Erdélyben, aztán hogy helyeződik át Magyarországra. E, nyilván erről kell majd beszélnünk meg hát a politikai szerepvállalásáról, de szeretném majd kérdezni arról is, hogy vajon a 89 után nagyobb számban áttelepülő erdélyek mit vártak a másik hazájuktól már, mint ettől? E, milyen jellemző politikai állásfoglalásaik voltak, és miért? Gondolom, ez olyan téma, amiről érdemes beszélni. Érdemes beszélni, de a kérdés felvetését hadd kommentáljam, mert abból talán fog fakadni a válaszomnak erre vonatkozó, a mostani mondatára vonatkozó része. Nézze, én két rendszerváltást éltem eddig meg, a romániait, annak egy bizonyos szakaszát, egy nagyon ronda szakaszát, és a magyarországit. Ugyanarról van szó, mégis egészen más élmények értek, egészen más impulzusok. A romániai az a félelem és a kilátástalanság korszaka volt, amiben nem politikai döntéseket hoztam magam számára, hanem morálisakat. Uh -huh. Tehát az akkori politika nem arról szólt, hogy hogyan építünk fel majd egy rendszert, egy államot, egy országot, egy életet, több életet, Bilal. hanem arról szólt, hogy éljük át a pillanatot morálisan. Aztán a többi nem értekes. Nem volt több lehetőség. Magyarországon ez egészen más volt, és nem 89-el, hanem előtte. Ugye én nagy, már közel 40 éve élek itt. 83-ban. Így hát És ennek a következménye az, hogy tulajdonképpen nagyjából én nem értem meg ott a Csauseszkú korszaknak a végét, de mint újságíró és mint a helyzetnek az elemzője, az ottani helyzetnek is az elemzője, hát valamilyen úton módon ez az egész tematika jelen volt az életemben. Na most már olyan 85-86 tájéken elkezdődött a magyar rendszerváltás igazából, talán 85-ben volt a kulturális fórum, amit párhuzamosan az ellenzik is megrendezett. Hát egy gyakorlatilag most kis túlzással diadalmenet volt, de a lelkünkben mindenképpen az ez az, az egész korszak, amikor megismertük a szabadságot, amikor bevallattuk a szabadságot, amikor tulajdonképpen mindannyian tervezhetővé vált mindannyiunk számára a jövő, hogy ebben aktív részei lesz, leszünk a politikának is, de nem csak a politikának. Azért menjünk vissza még egy kicsit a Erdély részhez, ugye? Azt olvasom az ön életírásában, és fölteszem, hogy ezt ön írta, ugye, a Wikipédián. Sajnos annyira, nem. Nem. Annyira részletes, és annyira mindent tud önről, hogy úgy tűnik, hogy mindent tud. Akkor lehet, hogy úgy közben kicserélték, mert tulajdonképpen csináltat, egy részletes életrajzot, amit nem tudtunk a korábban lecseréltetni, de lehet, hogy ugyanarról van szó, nem tudom pontosan. Mindegy, itt a, itt a lehetőség, hogy korrigáljam vagy jóvá, adja a dolgokat, amiket én idézni fogok. Tehát a 70-es évek óta kapcsolódott be, hogy a romániai eh, politikai rendszerrel szembeni eh, kulturális egyéb ellenállás szervezésébe. És a Nagyváradi Aditársaság révén, meg hát elsősorban az Ellenpontok című erdészhamiszat, ezt Magyarországon is ismerték, az Aditársaságot talán kevésbé. Azt mondta, hogy ez morális döntés volt. Mit vállok a rendszerből, meddig megyek el, mit csinálok, és amit megcsinálok egyáltalán, az, az miféle morális megítélés alá esik. Vagy ha nem csinálok semmit, az is. De hát azért folyóiratot csinálni, ez nem morális kérdés volt, hanem már nagyon is gyakorlati. Hát talán igaza van, de ez mindenképpen egy morális döntésnek, tulajdonképpen egy belső lázadásnak az eredménye volt. Nyomot akartunk hagyni tulajdonképpen, és nem csak nyomot akartunk hagyni. Kelet-Európában akkor már több számizdát működött, Lengyelországgal kezdődtek a dolgok, sőt bizonyos értelme Oroszországgal, de az egy más történet volt. Lengyelországgal kezdődtek Kelet-Európában a dolgok is Magyarországon folytatottak. Én nekem szerencsém volt nagyvárad, egy kőhányításnyira van a magyar határtól. Én magam mint politikailag gyanús soha nem utazhattam. tehát én akkor hagytam el először Romániát, amikor végleg elhagytam uh -huh. Romániát viszont nagyon sokan innen uh, meglátogat, illetve meglátogatták Erdét, és az első útjuk mindig hozzám vezetett, nagyon sokan ott is laktak vagy aludtak. Örsipista uh, rengetegszer, Heller Ágnes is volt ott, uh, Radnótiék ég többször jöttek át, stb. 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 Nyilvánvalóan a kultúréletnek egy olyan szegmense, akikkel már akkor nagyon is tudtam magamat azonosítani, és akik egyértelműen az ellenzék, magyar ellenzékhez tartoztak. Tehát én Igazából már onnan bekapcsolódtam a magyar ellenzékbe lelkileg, és amikor átléptem a határt, akkor fizikailag is. Gyakorlatilag megvoltak már a kapcsolatok. Így van. Értem. Azt hiszem, és most térnék vissza a, kérd, a, a, a kérdésére. Azt hiszem, hogy ezekkel a kapcsolatokkal, és éppen ezért ezekkel a elvárások önmagunkkal szembeni elvárásokkal vagy értékekkel nem bírtak azok, akiknek nem voltak meg ezek a kapcsolatai. Akik nem olvasták gyakorlatilag nap mint nap mindazt, ami Magyarországon történik. A hivatalosságban, illetve a nem hivatalosságban. Éppen ezért egy érdekes, ugyanakkor rendkívül korlátozott szemlélet volt az, ami őket jellemezte. Ezt én nem kicsinyíteni akarom a dolgot, de azt hiszem, hogy politikailag mélyen nem tudok ezzel egyetérteni. Kicsiben az zajlott le 89 után, ami Tianun után lezajlott. Nagyon sokan átértek, átjöttek Magyarországra, és itt úgy folytatták az életüket, mintha erdélyiek lennének, és mindent vissza akarnának szerezni. Ez egy nagy probléma. Ezt sem Magyarország nem tudja nekik megtenni, ők pedig végképp nem tudják önmaguknak megtenni. Tehát egy ilyen illúzió burokban való élet ez? Így van mai napig, és mondjuk amikor a mai aktuál politikát nézem, a kormánypolitikát, akkor látom, hogy hogyan élnek vissza ezzel az illúzióval nap, mint nap, és hogy hogyan hergerik be pont azokat, akik a legsérülékenyek ilyen szempontból. Erre visszatérünk később. A magyarországi ellenzékről tudni való, hogy baloldalról jött, illetve a baloldal különféle áramlataiból, tehát marxista volt köztük, mint maoista, de a közös nevező voltak éppen az az nem is a liberalizmus még a kezdetben, hanem az emberi jogok tisztelete volt. Egy, egy kimondott liberális építkezés később kezdődött el, és aztán még, 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 azután is, hogy megalakult a Szabad Demokraták Szövetsége, még mindig volt egy váltás a egy vita arról, hogy mennyire a szabadpiaci kapitalizmus kell neki, mennyire a szociális piacgazdaság, és itt sokan le is léptek tőlük. Szóval volt, ez nagyon sokáig alakult ez a dolog. Amikor ön átjött, akkor melyik szakaszában volt a ellenzéki mozgalom? Abban az időben két ugye csomópontja volt úgymond a, a demokratikus ellenzéknek. Most én a népiekről nem beszélek természetesen. Ez a két csomópont, az egyik az aktivista volt, ezt most nagyon lesüt, leegyszerűsítve azt mondanám, hogy Demszki Gábor és Köre, akik nyomták tulajdonképpen a számítatot, és megvoltak a teoretikusok. Ezek többé-kevésbé voltak politikai jellegű teoretikusok. Kis János abszolút mértékben az ő minden sor Tulajdonképpen a jövendőről szólt, és na, és elfogadtuk ezeket. És voltak azok, akik a maguk területén akár, mint esztéták vagy, vagy művészek, megvalósították a rendszerváltást. Nagyon érdekes volt annak a kettőnek az összefonódása, és az a ö, szempont, amit most az előbb felvetett, hogy, ö, sok, hogy na, ö, sokan nem értettek egyet, és sok volt a vita ebben a dologban, részben ebből született, hogy egyesek gyakorlati ö, megvalósulásként fogták fel a, a rendszerváltást, miközben nem is tudták, hogy rendszert váltanak. Én magam se tudtam. Csak valamit tenni akartam. Mások pedig, hát teoretikusként. Ö, azt hiszem hogy nem tudom megmondani pontosan, hogy mikor vált át liberálissá teljesen a baloldali fordulat. De azt fontos megjegyezni, hogy ez azért egy szerves fejlődés volt. Természetesen abból indultunk ki, meg abból indultak ki, ami a rendelkezésükre állt. Teória szempontjából a legmagasabb színvonalú, az nyilvánvalóan a baloldali alkalmasint marxista gondolkodás volt azzal együtt, hogy a történelmi tévedését már akkor gyanítottuk, később pedig ez be is igazolódott. De ez egy színvonalas Teoretikus magatartás volt. Még elfelejtettem korábban kérdezni, hogy mennyire könnyen engedték be Magyarországról. Ugye azért a magyar rendszer sem volt az ellenzéknek a nagy barátja, és hát nyilván a hátuk közepére si kívántak olyan embert, akivel már Romániában is baj volt. A kérdése nagyon indokolt. Nem kívántak. Tehát akkor, amikor én átjöttem, tehát én egy letartóztatásból jöttem át. Volt egy megállapodás az amerikai és a román kormány között, hogy akkor nézik el nekik a visszaéléseket, amennyiben azt a kis kört, amelyik tényleg aktívan ellenállt, és az ellenpontokat megteremtette, és szerkesztette, és kiadta, azoknak nem lesz különösebb bántódása. Ma már ez nagyjából látszik. A titkosszolgálati kikért papírokból én magam láttam, hogy két alternatívát rajzolt fel a titkosszolgálat. Kapok 15 évet, illetve kitoloncolnak az országból. Úgyhogy én Magyarországra hontalanként érkeztem, Aha. aki nem tud visszamenni. A, magyarok, a magyar hatóságok természetesen lenyelték ezt a dolgot, szintén azt hiszem, hogy nemzetközi e, nyomásra. E, vagy állami nemzetközi nyomásra, vagy pedig a magyarság e, tulajdonképpen akkor már ellenzék ki, vagy pedig belső, de mégiscsak egyfajta ellenállást tanúsító e, magatartása miatt. lik, ahogy én átjöttem, abban a pillanatban beívtak a KEOKhoz rossz emlékű külföldieket ellenőrző Külföldi. országos Külföldi. központi hivatal, ahol megkértek arra, hogy egyébként nagyon udvariasan, hogy menjek nyugatra. Amire én azt válaszoltam a titkos szolgálnak, hogy hát én inkább azt tanácsolom hogy menjen maga Moszkvába. Ami, és, itt, és, itt, le is zárult tulajdonképpen a, zárult a vitánk. Végig gyakorlatilag tolerálták azt, hogy én itt vagyok. Nyilvánvalóan én magam is odafigyeltem, hogy ne adjak okot olyasmire, ami ami hát drasztikusabb lépéseket igényel. rögtön kaptam állást, ezt mondanom se kell ez az Európa könyvtár van, volt. Így van, így, van, lektor így van. Volt, vagy? Ott én felelős szerkesztő lettem Oha. azon, nem azonnal, hanem egy fél év alatt, és a történelem, filozófia és társadalomtudományok könyveinek a, a felelős szerkesztője voltam, 92-ig talán a beszélőbe írt az alatt a idő alatt? A beszélőbe nem írtam, nem írtam. Ez volt az egyik olyan kompromisszum, amit, meg, amit megtartottam, de talán a demokratában már a 80-as évek vége felé írtam, ha jól emlékszem. A Wallenberg Egyesület az már abban az időben jön létre, amikor teljesen világos, vagy legalábbis sokak számára világos volt, hogy itt egy rendszerváltás következik, és ennek ön az egyik alapító tagja, jól tudom. A Wallenberg Egyesület ezt ma már nem nagyon tudják, de nagyon-nagyon fontos volt, mert a kisebbségek védelme, politikai, nemzeti, vagy éppen a szexuális orientáltságú kisebbségek védelmét látta föl, és ugye elsőnek lépett föl a már ébredezni kezdő antiszemitizmusra szemben is. Igen. És én emlékszem arra, hogy tele volt elképesztően színvonalas fiatal emberekkel. Ezek honnan kerültek elő? És aztán miért ö, hanyatlott le ez az Egyesület, a legalábbis tűnt el a nagy nyilvánosság előtt? Miért tűnt el Magyarországról a demokrácia? Nagyon röviden tudnék erre válaszolni, de szerintem ez egy FMR, egy átmeneti állapot. szerintem. Ö, tulajdonképpen meg kell tapasztaljunk sok mindent ahhoz, hogy az értékét felismerjük, és a demokrácia értékét most kezdi azt hiszem a magyar lakosság fel. De, de, de vissza szeretnék azért a Vallenberg ügyhöz. Illetve a társasághoz kanyarodni. Azt kifejezetten emberjogi megfontolásokból hoztuk létre, és az hát többen voltunk, hat, de olyan nehezen emlékszem, nem képszültem az az igazság, de utána lehet nagyon gyorsan nézni. Most zavarba is használjuk. Ne legyen képen. zavarba, a legtöbb beszélgető partnerem itt van bele, hogy 30 év azt mondja, kisült mellettem, pedig valami nagyon fontosat mondott, kihullanak a dolgok sajnos. Így van, így van és annyi minden nem menten keresztül. De hadd folytassam ezt a gondolatmenetet azzal, hogy nagyon sokszor kapta meg a későbbi SDS, illetve azok a liberális körök, amelyek hát ma már másképp állnak a határon túl ügyekhöz, hogy a, az első programjában az sds nek benne volt az, hogy magyar állampolgárságot minden határon túlinak. És ezt mindig az orrunk alá dörgölték. Mert ugye én is azonosulok az sds és ott kezdtem gyakorlatilag a politikai pályámat, illetve a komoly politikai pályát. Na most... Ez egy nagyon méltánytalan kérdésvetés, mert tessék megnézni a történelmet. Mi volt 89 előtt Romániában, Ukrajnában, illetve Kárpátalján, felvidéken, délvidéken. Mi volt? Hát a délvidéken azt most hagyjuk egy pillanatra, mert akkor még jól mentek a dolgok, de aztán 89-től ott is elromlottak. Nyilvánvalóan ez egy morális döntés, volt, nem egy politikai döntés. Egy morális döntés egy olyan helyzetben, amikor kilátástalan, totálisan a helyzet, akkor ennek a, ezeknek a népcsoportoknak megadni, vagy ennek a nép határon túli népcsoportnak megadni a biztonságot azáltal, hogy magyar állampolgárságot kap. Abban a pillanatban, ahogy Romániában nem csak demokráciára váltott át a, a, a rendszer, hanem Európai Uniós demokráciára. Abban a pillanatban ez teljesen. Értelmetlené vált. Na most é. tulajdonképpen ez vezetett oda, hogy a valember társaságban is merültek fel ilyen kérdések. Hogyan hangoljuk rá a lehetőségekre az emberi jogokat? Úgy emlékszem, hogy engem többször megkértek meg arra, hogy vezessek vitákat a Valemberg Egyesületben, is, amikor... Valaki felszólalt, és hát nagyon türelmetlen, vagy éppen negatív módon beszélt mondjuk a zsidókról, hmm. és akkor mondtam, hogy ez talán hát kevéssé elállhatok. Akkor emlékszem, hogy rám szóltak ezek a fiatalok, hogy ne keverjük össze a különféle szinteket. Ez még nem egy antiszemita beszéd, csak egy buta beszéd. Tudta különbséget tenni. Rögtön. Azért kérdezem, hogy arra emlékszik, hogy honnan szedték ezeket a gyerekeket? Honnan volt bennük ennyi türelem, megértés és tudás? Tulajdonképpen ők, ha nem is jártak, akkor még olyan mértékben, vagy egyáltalán nem volt esélyük járni <laughs> nyugaton, de sokkal nagyobb ö, lehetőségük volt az ottani kinti kultúrát elsajátítani. Ottosan, igen, igen, ez egy nyugati viselkedés még. Így van, így van. Tehát én magam is emlékszem, hogy olvastam sokkal inkább, mint most, most Kifejezetten csak politikai szövegeket kell olvasok, mert nincs másra időm, meg energiám, de akkor bizony egy nagyon nívós olasz eh, 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 publicisztikai irodalom volt, még a kommunisták lapja, az Unita, vagy a Rinasita, ami a, ami a heti lapjuk volt, hát iszonyú kulturális nívon eh, nyilvánult meg, és nem minden volt benne tulajdonképpen politika, és még kevésbé volt benne eh, marxista dolog, akkor már egy eh, a való eltávolodás jelent. De a németbe ugyanezt el tudom mondani, nem beszélve az angol és a franciáról. Azóta ez a történet egy kicsikét általánossá vált, éppen ezért nem tűnik ki annyira. Akkor ez egy külön dolog volt, annak az értelmiségnek a színe java volt ez, aki az első utánpotlását adta a rendszerváltóknak, és akiknek a java része a jelen pillanatban külföldön él. Volt még egy dolog, ami ami fölmerült a liberális a kapcsolatban, és éppen a kisebbségeket illetően, hogy tudnék a liberalizmus, mondták, én nem tudom megítélni, hogy melyik ága mondja ezt, és melyik nem, mert ugye nincs ilyen, hogy a liberalizmus. Mm -hmm. Az egyéni jogokat ismer el, és kollektív jogokat nem. Ennek következtében mondták ezek az emberek, akik ezt mondták, érthető, hogy a, mondjuk az erdélyek többsége inkább az MDF-et támogatta, vagy arra szavazott, mert hogy ott elfogadták a csoportos identitást és a, a, a kollektív jogokat. Ebből a vélekedésből mennyi igaz? Szerint? Ebből szerintem semmi nem igaz. Nem azért csatlakoztak például az md hez később, tehát mindig a nacionalista pártokhoz, mert, mert ott. Ilyen finom gondolkodás volt, hogy melyek a közösségi jogok, melyek az alapjogok, vagy az egyéni jogok. Ideig nem jutott el az egyszerű ember. Ezt megmagyarázták az akkori politikusok maguknak. Volt például MDF részről, ahol ezzel kódolták azt, vagy próbálták kódolni azt, hogy ők mások, mint a liberálisok. Az, hogy ők közösségi jogot mondtak, hogy emögött tartalom igazából nem nagyon De volt egy ilyen, hogy igazi magyar, meg hogy... Hát hát, én már 86-ba vagy 87-be vesztem össze csurkával azon, hogy hogy igazából a szabódezsői nyomon higmagyarokról, mert nem is szabódezső, hanem, hanem németlász német alapján, de a szabódezsőt is idézték elég gyakran. higmagyarról és magyarról beszéltek, tehát a csurka az nem volt egy pillanat, már 80-as években az a vad állat volt, bocsánat a kifejezésért, Isten Nyugodsa, a, aki aki aztán később Kibontakozott a téren. Ö, tehát volt egy ilyen, én nem vádolom azzal a, az MDF-et, hogy különlegesen nacionalista lett volna, vagy szélsőséges, voltak benne ilyenek. Ez volt az oka annak, hogy később te nagyon látványosan összevesztél, nagyon látványosan erdészármazású emberekkel, és bíráltad azt, hogy ők miféle illúziókkal jöttek el, és táplálnak, tehát Szerváciusz Tiborra gondolok például. Persze. Tulajdonképpen jó néhány ember, és most hadd ne nevezem nevén. Jó néhány ember tulajdonképpen ott folytatta, ahol Erdélyben agyba hagyták azok a románok, akiket ők, akik őt elnyomták. Tehát, hogy mondjam, ez egy, egy tragikus történet, az, hogy eljön valaki, elmenekül kvázi valaki egy elnyomás elől, és ugyanakkor megteremti ugyanazt a börtönt, és megpróbál abba másokat behajtani, például a zsidókat, például a romákat, stb. külföldieket, migránsokat, tehát a dolog... Ö, ö, Tágítható ilyen szempontból. Igen, és megvallom önnek őszintén. Ugye eddig azt beszéltük, hogy az első az egy, az első rendszerváltáson mélyen morális volt, a második pedig egy mélyen politikai. de Ennek is meg volt a morális tartalma. Mégpedig ez, főként ez. Én nem tekintettem Erdélynek magam egy pillanatig sem. Tulajdonképpen Erdélyek is csak ritkán. Tekintenek, annak lévén, hogy a párciumból jöttem, és elég fiatalon átkerültem. Tehát én, az életem legnagyobb része Magyarországon és magyar kon te, konnotációkban vagy a kontextusban zajlott le. van. Na most ezzel együtt nyilvánvalóan rajtam volt az, hogy bizonyos értelemben Erdélyhez kötöttek, és ez egy külön morális kérdés volt, hogy ezt a distinkciót megtegyük. Nem szabad ugyanazt tennünk, vagy olyan hogy mondjam, negatív értékeket közvetítenünk, amelyekkel Erdélyben minket nyomtak el, vagy őket nyomták el. Igen, de van itt egy nagyon fontos dolog. Ugye Magyarországgal kapcsolatok nagyon gyatrák voltak a Kádár korszakban, és az, hogy kialakultak illúziók, az természetes. És a kialakultak várakozások, úgymond az anya, nyelv, anya, nemzettel kapcsolatban, ami egy nagyon rossz kifejezés, mert mindenki az anya nemzetnek a tagja, tehát nincs kicsi meg nagy. És amikor átélt egy csomó ember, akkor nyilván csalódott. És nem feltétlenül azért, mert gyakorlatilag átvette a, a román nacionalizmus magyar változatát, vagy tovább építette a régi magyar nacionalizmus, Igen. hanem mert nem ezt várta. Valahogy egy magyarabb virágot várt. A, azt, amit ő magában dédelgetett. És mivel Magyarországon a magyarokat nem nyomták el, ezért ez szükségtelen volt ennek a belső babusgatás és dédelgetése, ez csalódásra adott okot sok átjövőnek. Minden bizonyal, akik idáig tudtak csak kiemelkedni a saját sorsukból, mert ugyanakkor megkaptak ennél sokkal többet az európai ságot. Tehát föl, tálcán kínálták nekik Magyarországon, és nem csak Magyarországon, 89 után azt, hogy nem egy elnyomott kisebbség legyenek, még csak nem is egy nagy nemzet, hanem egy óriás nemzet, az európai nemzet. Ezt megkapták hogy ezzel nem tudtak élni, ez megint csak egy kulturális történet. Nézze, ha megnézzük a visegeládi országok mai állapotát, katasztrofális sak. Ugyanakkor látunk, én nem vagyok egyáltalán pessimista téren. Meg kell tanulni bizonyos kulturális toposzokat. A Szlovákia példa a legjobb erre. Szlovákia borzalmasan indult, messze mögöttünk, és bejött egy szörnyű, Mecsárinak nevezett ottani Orbán korszak is. És ez volt szükséges ahhoz, hogy tulajdonképpen részben ráébresze, részben felébresze a szlovákokat, hogy mit veszítenek, hogyha így mennek tovább. Hát szerencsésebbek voltak, mert rövidebb ideig tartott. Ez így igaz, ez így igaz. Így van, így van, így van. Ö és, de hát ugye mi meg nagyon szerencsések voltunk 89 előtt is, meg után is, mert hát azért akármilyen diktatúra volt, mint mondtam, ez számomra egy állandó jogbővüléssel bírt a 80-as évek is. Tehát egyre, egyik év jobb volt, mint a másik bizonyos értelemben. Miközben a többi országban minden év rossz volt, és volt, ahol egyre rosszabb volt minden évvel. De igen, Voltok arra, hogy büszke legyen az országra? A környezetét nézte? E, tulajdonképpen én az országomra, amit most úgy hívjuk, hogy Európai Unió, nagyon büszke vagyok. <laughs> Nem, én akkor akkori Magyarországot kérdezem akkor. Igen, a igen. Time-nak, vagy a newsweek a címoldalán ott volt Magyarország, miközben még Lengyelországban, főleg Romániában volt, ami volt, és az volt a címe, azt hiszem, a Newsweek címoldalának, hogy hogy Hungary again, utalva 56-ra. Igen. Tehát, megint a magyarok. Abszolút. Olvastuk, és nagy örömmel olvastuk ezeket a cikkeket. Egyszerűen, már tudtunk azonosulni azzal a folyamattal, ami nem Kádáról szólt, hanem rólunk. És a jövőről szólt. Arra Kovács Attila, filozófus, politikus újságíró a vendég. Még egy dolgot szeretnék megkérdezni, vagy megemlíteni az áttelepülő, átköltöző erdélyekkel kapcsolatban, mert azt mondta, hogy hát egy nagyon zárt világot hurcoltak magukkal, és sokan meg is tartották, tehát a buborékban éltek, vagy élnek még ma is többen, hogy azért azok, akik nem Magyarországra, hanem Magyarországon keresztül Európára vágytak, azok rögtön mentek tovább. Hát Én a... rengeteg emberről hallottam, akik mentek Skandináviába például. Így van, de csak 89 után, mert akik előtte jöttek, azok itt rekedtek, lévén, hogy nem nagyon fogadta be őket, tulajdonképpen a nyugat, mert ugye már egy kvázi szabad országban tevékenykedhettek. Míg azok közül is eljutott néhány nyugatra. Nem feltételül mondom azt, hogy ha eljutottak nyugatra, ott ezt a buborékot nem őrizték meg továbbra is. Ott is vannak. Tehát voltak, akik már Göteborgban, Svédországban eljutottak a, 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 a egyfajta. A jobboldali náci valóz. De ez is azt mutatja, hogy ezek az emberek egy sérült kultúrából, egy sérült szociális hálóból jöttek, amivel nem tudtak végül is elszabadulni, nem tudtak kiszabadulni. Ez, nézze, a diktatúráknak borzalmas következményei vannak, és a nácizmus után bizonyosodott az beleginkább, hogy egy komoly retorziókat is kiszabó, E, tulajdonképpen jóindulatú megszállás az, ami ezekben az esetekben működni tud, különben a németek is visszatértek volna. Nézzük akkor a 80-as évek végét, mm -hmm. ugye az ön számára is egy aranykor volt, boldog évek, egyre boldogabbak, egyre jobban kitárul a világ, egyre jobban világosá válik, hogy itt választások lesznek, demokrácia lesz. Az SZD ezt választotta már korábban, milyen funkciókat vagy lehetőségeket kapott ott? Hogy bántak önnel? Mit láttak önben? Milyen lehetőségeket? Néze, ez, ez, egy szintén egy nagyon jó emlék, azzal együtt, hogy persze ott is rá én voltam a dísz erdélyi magyar, amit én mindig szerettem volna magamról egy kicsikét eltávolítani. Volt ilyen, ugye a is ebbe a pozícióba helyezték. Így van, én, így van, így van, így van, bár ő azt hiszem, hogy igyekezett majdnem egyenlő távolságot tartani pártok között, ez nem sikerült soha neki, mint ahogy soha senkinek nem sikerül, hogyha több párttól próbál tulajdonképpen, több párthoz próbál orientálódni. Őnek ez nem sikerült. Én abszolút tulajdonképpen azonosulni tudtam az SZDSZ-szel egészen talán 2006-ig vagy 7-ig, amikor már vállalhatatlaná vált, mert sem liberális nem volt, se párt, se Hát, kultúra meg végképp nem. Na de, visszatérve, semmilyen funkciót nem kaptam, egyszerűen azért nem, mert akkor, amikor tulajdonképpen nagyon egyszerű volt bejutni a, a parlamentbe, akkor nem voltam Magyarországon. Uh -huh. Nekem is kinyílt a világ hirtelen, és részben diplomáciai, mármint úgy, hogy civil társadalmi diplomáciai, meg hasonló feladatokkal. Nyugaton voltam, hol itt, hol ott. A pont a rendszerváltáskor, az újratemetéskor, bocsánat, 89-ben, ez hogy június 16-a volt, akkor Párizsban voltam hónapokon keresztül. És hát nyilvánvalóan az a szabadság, amit így kaptam meg hirtelen, nagyon tényszerűen, és amivel kiegészült a magyarországi tapasztalatom, és amivel tényleg megéltem az Európai Egyesülésnek bizonyos kinti szakaszait, Ezeket egyszerűen nem tudtam volna értelmezni, nem tudtam volna ezekért cserébe egy pártfunkciót vállalni, legalábbis ma, ma már tudatos fejjel így vetítem vissza az akkori döntéseimet. És majd csak a 90-es évek végén volt az, hogy visszajöttem Magyarországra hosszabb időre, illetve hosszabb idő után, és akkor egy részben külügyese voltam, a, a, az irodát vezettem, én voltam a, a Magyar Bálint elnöksége alatt a Szabaddemokrata hírlapnak a főszerkesztője, ami egy 150 ezres havonta megjelenő hírlap volt újság és így tovább. Úgyhogy... Úgyhogy adódik a kérdésem, hogy mi nem maradt például Párizsban? Kinyílt a világ, egy sokkal nagyobb és tágabb világ, mint Magyarország. Mert ha, jól, ha jól vettem ki a szavaiból, akkor beszélt egy-két nyelvet. Ő a Romániában, főleg a franciát nyomták a kulturális rokonságokán. Ez így igaz, de én inkább őket. először németül tudtam, németül, aztán olasz, angolul. Olasz, hát az, az olasz és a spanyol most is az van, hogy nem tanultam soha, de elmegyek oda három nap után, elkezd, el. elkezdek gagyogni. Miért, 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 nem, miért nem maradt kint, mint annyi? Annyian, akik Romániából jöttek. Azért, mert érdekesebb volt Magyarország. Sokkal, de sokkal, érdeke, sokkal érdekesebb volt a környezet, a Balkán. Tehát én nagyjából uh, arra számítottak rám külföldön is, hogy én jól ismerem Romániát, jól ismerem, hát Magyarországot már mindenki akkor ismerte, de azokat a balkáni államokat, amelyekbe a fejlődési irány egyáltalán nem volt egyértelmű. És nyilvánvalóan ennek, ezeknek az analizéséből éltem, vagy ezek voltak azok, amelyek a mindennapjaimat és és a céljaimat. Minden és nap egy hát ugye, akkor még bőven élt Fejtő Ferenc, aki a kelet-európai államoknak a legjobb ismerője volt és hát az ő mintája, ők jól tudták persze, hogy a magyar, és hát a könyveit kiadták, olvastak, tehát volt egy elődje, ahogy tetszik. Hát abszolút több elődöm volt Párizsban, de másodt is. Például ott volt, a, még most is jó egészségnek örvendő Kende Péter barátom, akit apai barát, atyai barátom, akit nagyon szeretek. Él, él, még Mérai Tibor. Igen. Tardos Tibor is még akkor ott volt. ugye irodal már nem annyira politizált, de politizált is. És még tudnám mondani, viszont, amit mondjuk a magyar vonatkozásban nem ismernek az emberek. Ott egy nagyon jelentős, nagyon művelt román emigráció működött. Amiben voltak szélső jobboldaléak is meg. Egy nagyon vegyes kép volt, de tulajdonképpen akkor még összetartott mindannyiunkat az a tudat, hogy hogy a Ceausescu rendszert meg kell, bűn, meg, kell bú, meg kell buktatni, és meg is kell büntetni. És sok olyan íróval meg egyébbel találkoztam ottan, Mihnya Berindé például kiváló barátom volt, de Paul Gomával is ott találkoztam, ott tartottam kapcsolatot. Ez ezek elég jelentős részben történészek, részben író, goma, az író Berindei történész volt. Uh, ott ismerkedtem meg, és tulajdonképpen egy nagyon érdekes, uh, már európai ihletettségű kapcsolat volt ez, nem nemzethez kötött. A Berindei mondta el nekem, és nyilvánvalóan voltak nemzeti különbségek, de Métnyel mondta el nekem azt, hogy Attila, nézd meg, tudom, hogy mind a ketten szerencsétlenek vagyunk, mert mint úgy értem, mint magyar, én, mint román, Na de a ti megmarad Magyarországon, a miénk nem marad meg Romániában. Ebben nem lett egészen igaza, de kedves szerkesztő úr, én gyermekkoromban a szüleim vittek Bukarestbe galériá, nem is galériákba például, ahol jelentős művek volt, Szézántól kezdve picasso át, brönkosik, szobrok, stb. stb. És amikor én felnőttként visszatértem Bukarestbe, ők nem léteztek, eladták őket. gefiltere Volt még egy másik, a román színház. az most meg, is van. Az megvan? Szerencsére megvan, sokkal jelentősebb. Nagyon érdekes ez Szerbiában is. Én nemrég láttam a szerb magyar színháznak egy, egy a szerbiai magyar, újvidéki magyar színház egy produkcióját. Hát szenzációs volt. Magyarországon nem látok ilyeneket ma. Az avantgard igazi, autentikus hagyományait követő színház volt. Nagyon nagy élményem volt. A már halálát mutatták be egyébként. Mm -hmm. ez. Szóval visszatérve, amikor Magyarországra, amikor hazajött, akkor találkozott egy nagyon csúnya jelenséggel is éppen az erdélyekkel kapcsolatban. Ugye az előbb beszéltünk az áttelepülők egy részének illúzióiról, és arról, hogy nem tudtak kiszabadulni a saját kis burkaikból. Hogy tudnék, elindult a magyar társadalomban valamiféle pici kirekesztés, nem volt ez nagyon-nagyon durva, de létező folyamat volt. Az erdélyekkel szemben, hogy ezek ide jönnek, elveszik a pozíciókat, beülnek mindenhová, és mondták ugyanazt rájuk, mint amit az amerikaiak mondtak Hollywoodban a magyarokra hogy nagyon vigyázz, egy magyarra belépsz a forgóajtó, mert ő hmm. fog előtted kimenni. Hmm. Ez igen, ezt mondták. Erről mit gondol? Erről azt gondolom, megéltem ezeket a történeteket, a 80-as években, sőt a 90-es évek legelején ilyent nem nagyon hallottunk. Akik ilyeneket mondtak, azokról utóbb bebizonyosodott, hogy tulajdonképpen olyan volt, 3 per 3 voltak, akik oda voltak téve, mai napig látja, milyen milyen a történelem. Ha most megkérdezne a nevét, ennek tudnám. A Wallenberg Társaság alapítóinak elfelejtettem a nevén. Nagyon, nagyon nagy igazságtalanság. De tudom azt, a, azt a, az ügyvédet, akiről tudjuk jól, hogy a 3 x 3 on dolgozott, és ezeket hintette el, ezeket a konfliktusokat. Később tulajdonképpen akkor, amikor hát jelentősé vált a szerkezetváltás Magyarországon, akkor nyilvánvalóan ez egy, ez egy sokkal kurensebb vagy aktuálisabb téma lett, és még valami, ami ugye az én hiányosságom. Én egy urbános ember vagyok, Pestet ismerem, a vidéket nem. Ott zajlott le főként ez a konfliktus. Pesten nem annyira. Egyrészt, mert több, több lehetőség volt, másrészt pedig azért, mert talán itten európére volt a hangulat, és befugadóbb meg. Hát meg mint minden. Nagyváros. Nem, én majdnem van. azt mondtam, hogy világváros, de nem én világváros, van. nagyváros. Úgyhogy ez nem annyira itt volt, tudok róla tudok most is róla, most már más hangulata van ennek az egész történetnek, ugye a Fideszhez felcsatlakozó határon túli akkal kapcsolatban vannak megalapozott és meg nem alapozott kritikák, mind a kettő létezik. Részben erre alapozva, tehát ilyen indokok alapján, amelyeket én nem tartok helyesnek, mindenki, ha tud produkálni, minél nagyobb nívon az produkáljon, és ez döntse el, hogy kikap meg egy állást. Nézzük, hogyan érte meg a, az sds en belüli változásokat, ahol ugye az első szabad választás után, amikor is ugye az SDS volt a legantikommunistabb párt, és emiatt, ezt nem mindenki tudta, vagy gondolta végig, emiatt is nagyon sokan rá valami 22% ért ki. Igen. igen. És nem lehetett tudni, hogy ebből mennyi a valós, valóban liberális ember, hát sokkal kevesebb nyilván. És utána azok az emberek, akik elsősorban az antikommunizmust látták a pártban, milyen csalódtak, amikor elindult a karta, amiben ugye az SZDSZ összefogott az msp vel az utódpárttal, látván a hát nagyon negatív tendenciáit a antalféle kormányzásnak. Voltak jó oldalai, de voltak nagyon negatív tendenciái is. És akkor a párton belül elkezdett szétválni Két szárny, az egyik, ugye, Tölgyesi Péter tette meg elnöknek, majd a másik buktatta meg őt. Tehát volt egy belső harc. Hogy élte ezt meg? Azért mond nagyon sarkosan fogalmazok, normálisan éltem meg, mert én mindig elkötelezett voltam azok mellett, akik tulajdonképpen eldöntötték azt, hogy melyik irányba menjen a párt. Tehát nem a Tölgyesi csapathoz tartoztam. Ez is az a korszak volt, amikor én nem voltam nagyon gyakran Magyarországon, de azért volt, véleményem a dologról és viszonyultam ez az egész ügyhöz. Mai napig is én ezt helyesnek tartom. Azért, mert történelmileg látom az okokat. Akkor, amikor a legantikommunistábbá vált a, a, volt az SDS, akkor még létezett kommunista párt. A, az MSZMP-be és később az MSP elő legelső éveiben bizony tele volt olyan emberekkel, akik amikor megváltozott az MSP, akkor rögtön az MDF-be mentek, majd a kisgazdákhoz mentek, majd a jobbikhoz mentek, sokkal később. Kis... egy ilyen rövid életű kommunista pártocskákat. Persze, persze, de azok voltak a legkevésbé veszélyesek és, és komolyan vehetők. Azok voltak veszélyesek, akik a, a tényleges kádárizmus és a tényleges diktatúra, mm. hogy mondjam, génjeit vagy DNS-eit vitték tovább más pártokba. Meg kell nézni azt az értelmiségi gárdát, idősebb értelmiségi gárdát, amelyik most Orbán mögött áll. Tehát hány MSMP tag van köztük. Olyan, aki tulajdonképpen ekkor szorult ki az MSZP-ből. Na most... Akkor, amikor evidensé vált, hogy ez a párt bizonyos tisztuláson ment keresztül, akkor viszont már láttuk azt, hogy koalíciós partner csak ezen a térfélen lehet, mert itten valóban komolyan gondolják a gazdasági átalakulást és a rendszernek egy új kapitalisztikus tehát alapvetően kapitalista és nyugatos uh, átalakítás. Nem bocsánat, meg volt még valami is. Ugye a tölgyesi elnökségével választani kellett egy baloldali liberális vonal, meg egy jobboldali liberális vonal között, és a jobboldali liberális az pontosan olyan rendben lévő történet, mint bármi más. Tehát amikor Tölgyesi azt mondta, hogy ő nem akar leülni a MSZP-vel, ő egy polgári pártot akar, uh, akkor az egy teljesen legitim dolog volt. Kedves szerkesztő úr, először megszületik a gyerek, majd adatlanul egy nevet. Akkor is megszületett egy... Így van, ez feltétlenül az a jó nev, amit még akkor adnak neki, amikor ott van a a Igen. Szerintem ez azt, hogy megszületett egy gyermek, megszületett egy, egy elképzelés a világról, és akkor az gyorsan elnevezte a törgyesi valaminek, az láttuk, én egészen biztos vagyok abban, hogy törgyesi egy liberális ember, de hogy folytatta bizonyos kritika nélkül sokáig a Fideszbe, és, és, és hozzájárult egy olyan rendszer, Kialakításához, legitimálásához, amiről sok minden elmondható, de az nem, hogy, leg, hogy liberális lenne, ez is tény. Tehát, és miközben azok az emberek, akik végigvitték egész a bukásig az SZDSZ-t, tehát nem az utolsó évről beszélek, meg az utolsó évről, azok végig megmaradtak liberálisnak, és jelen pillanatban a magyar értelmiségi életnek a színájavát képezik, még most is. Tessék, a megnézni Magyar Bálintnak a, a könyveit. A magyar értelmiség hallgató színájavát képezik. Nem hallgatnak. Hát nézzék, egy, én magam Magyar Bálint számos könyvét olvastam az első. Magyar Bálint kivétel való. Ugyanide sorolom a Pető Ivánt, aki nagyon ritkán szólal meg, de az nagyon lényeges, amit mond. Nagyon, most láttam legutóbb, kuncéről nem beszélek, miközben ő nem tartozott a, a rendszerváltó, szorosan rendszerváltókhoz közé. Hát akkor hogy magyarázza, hogy ez a párt ide jutott? Egyszerűen a történelem nagyon sok mindenen keresztül lép. Nagyon sok, nagyon sok esetben tulajdonképpen... Nagyon, nagyon, ne haragudj a szavát, Vágó, de túl sok mindent bíz a történelemre. És túl kevésé... Bocsássom meg, csak ez a én hmm. saját nézőpontomat mondom, túlságosan kevésbé kritikus a saját volt körével kapcsolatban. Nézze, én kritikusnak eléggé kritikus vagyok, úgy érzem, ugyanakkor tény az, hogy a történelem, mint olyan, az az alapja mindennek. Ez, mert Marc fogalmazta így meg, hogy egyetlen tudomány létezik, és ez a történelem tudománya. Ezt én így jó. Csak, hogy mentesít a felelősség alatt. Sajnos, túllépet rajtam a nem, nem, nem volt már rá szükség. Tehát, hogy mondjam, én voltam az egyik első, aki kiléptem az SZDSZ-ből, és nem fájt a történet. Vannak hangulatok, amelyek mély tartalmakat közvetítenek. Nézze, én most ugye ö, ö, Brüsszelben, illetve Strasbourgban élek. Nem vagyok Magyarországon, tehát nem ismerem az aktuális hangulatokat. De a kampányfőnököm minden nap fölhív, és be, beszámol erről. És két-három, talán egy hónapja elkezdte mondani azt, hogy Attila, nagyon figyelj oda, mert itt alapvetően megváltozott a hangulat. És én azt mondtam, hogy ó, kedves barátom, hát te ott élsz benne, reménykedsz, meg stb. Én ezt nem taksálom olyan sokkal. Magyarán sik. nem gondolt arra, hogy mi történik nem, a nem, nem, önkormányzati nem, nem, választás. Nem, nem, nem. És, és vasárnap este ugyan kellemes meglepetés volt, de meglepetés volt számomra. Na most! Akkor is, és azóta is most már nagyon tudatosan figyelek erre a hangulatra. Az utcán megváltozott a hangulat. Átkiabálnak nekem örömmel em ismeretlen emberek a másik oldalról, miközben eddig mindenkinek a az földet verte az orra. Lehet, hogy ez egy átmeneti állapot. Reméljük, hogy nem. De alapvető élmény volt ez a... Értem, de mi közelnek az SZDSZ lepusztulása? Az, az, hogy nem volt már meg ez az élmény. Nem volt meg ez az élmény, mert nem volt a mögöttes tartalom, nem létezett már. Nem. De mi nem létezett? liberalizmus? Új, új, nem, az, egy, az a gyermeknek a neve, a gyermek nem létezett már. A gyermek meghalt. Újra egy új gyermeket kell nemzeni, ez most van folyamatban, nem, elnézést, a, hogy eléggé képletes, vagy eléggé naturalisztikus. Ha most egy besélni, akkor ne tegye, mert ebben a műsorban nem. Nem kérjük ezt. Jó, ja, jó, ja, nem is erről akarok, hanem én azt akarom mondani, hogy itten van egy kibontakozás. És nem a saját pártomról, most is van a saját pártom, nem arról akarok beszélni. Én több olyan, nem a saját pártom jelöltjére szavaztam a kerületembe, és örömmel tettem, noh dacu, hogy így mondjam, uh -huh. ö, én magam ö, kampányoltam neki. Ez a nagy élmény. Ez, ilyen élményünk nem volt eddig. Menjünk még egy picit vissza, amíg van időnk, jó? Az akkori Igen. történésekhez. Helyeselte a 94-es kötést, Mert ott nagyon nagyon elváltak a dolgok egymástól. Például az egyik korábbi adásunkban az Enkonű csoport egyik tagja mondta el, hogy akkor esett szét bal, meg jobb oldali. Nem, a bal oldali nem is egészen igaz. Akkor vált ki egy jobb oldali és később szélső jobb oldali csoport, amikor látta, hogy itt van az összeborulás a kommunistákkal, ezt nem vették be ők nem vette be a gyomoruk, ez nem tetszett nekik. Hát igen, és hol, hova jutottak? Tehát ők voltak intellektuálisan, tehát ezek az emberek voltak intellektuálisan a leginkább, hát hogy mondjam, definiálható emberek. Tehát ők voltak azok, akik elkezdték keresni önmagukat a semmiben, és mai napig nem találták meg, pedig már megjártak mindent, még a szélső jobbot is. Tehát ez, ez engem igazából nem izgat. Én akkor átláttam azt, hogy ez az MSP már nem az az MSP, tehát vele lehet menni. Azoktól Tulajdonképpen akik, akik, akik ezzel kapcsolatban az SZDSZ vezetésén belül is megfogalmazták a fenntartásokat, mai napig mondják. Magyar az... Bálint például. A Bálint nem annyira, ő ebben mellett volt, de Kőszeg Ferenc igen. Nem, Magyar Bálint is azt mondta a választások előtt, hogy ezekkel soha. És egyébként ezekben a liberális körökben az a mondás járta nem tudom mennyire ismeri, hogy a kártára kimegyünk együtt tüntetni az msp vel de nem tudjuk, hogy ki velülünk le vacsorázni, mert velük nem. Uh, hát ez alapvetően megváltozott, ugye, hónapokon belül, annak idején, 92 után, de ezzel együtt uh, én ezt helyeseltem annak idején, és azok az emberek, akik akkor és azóta is kritizálják, számomra nem használható érveket uh, hordanak elém. Mert az, amit itt is elmondott, hogy, hogy ezek kommunisták, ez tételesen nem igaz. Az akkori MSZV már nem volt kommunista. Nem, nem, nem az utópáty jellegéről volt szó, de ez most egy hosszabb vitába ne menjünk bele. Inkább azt szeretném megkérdezni, hogy hogy hogyan látja egykori romániai ellenállóként, meg a 80-as évek magyar ellenállásában, ha a periférián is jelenlévő emberként, később pedig az SZDF, hát egyik prominens tagjaként a magyar liberalizmus lehetőségeit. Ugyanis nem csak arról van szó, hogy meghalt az SZDSZ, mert meghalt az SZDSZ, éljen a következő, nincs. vagy egy másik, de nincs másik. Miközben lehetséges, hogy Kunce igaza van, hogy az itt 10% liberális van Magyarországon. És abszolút, abszolút mértékben én ö, gyakorlatilag ö, ismerek olyan pártokat, amelyikben mindegyikbe benne van tulajdonképpen a liberális elem. Részben igen, részben finomhangolják hangolják tulajdonképpen a saját értékeiket, de ne felejtse el azt, hogy ebben a finomhangolásban van egy nagy zenekari egység, és ez az egység Európa. Jelen pillanatban e európai szinten, ha nem tisztázunk azt, hogy mi a liberális és mi nem az, és hogy egyáltalán szükség van-e erre a liberálisra, mert ha megnézzük, mind a centrum jobb oldala, mind a centrum bal oldala, ma már javarészt liberális. Tegnap olvastam Manfred Webernek a nyilatkozatát, aki azt mondja, hogy a Európai Néppárt az vitathatatlanul és eltökélten marad liberális, demokratikus párt. Orbán Viktor a középpontban. Nem a középpontban, a periférián van, és ha akar most aktuál politizálni, akkor meg előlelkezem önnek, hogy nagyon röviden, vagy el kell, hagyja a néppártot vagy kidobják onnan. Hát ez egy vélemény, sok nyomát ennek nem látom, de Rengeteg, hát kintről rengeteg nyom van. Értem, természetesen. Az lenne még a kérdésem, hogy az, ami akkor történt önnel, és most főleg a magyar történésekre gondolok, az annak mi a súlya vagy az értelme ma? Ugye sokan azt mondják, hogy nem is történt rendszerváltás, az a probléma. Mások azt mondják, hogy volt rendszerváltás, de eladtuk, ellopták. A harmadik, hogy volt rendszerváltás, de a magyarok gyorsan rájöttek, hogy hogy jobb azért állambácsiba kapaszkodni, és az a demokrácia, meg a demokratikus intézmények nem olyan fontosak. Ezekben biztosan van igazság, és nagyon sok elfogultság is. Ön mit mond? Ö, amiket elsorolt, az szerintem is csak részegasságok, vagy még annyi sem. Ö, ö, Ezeket tükrözik. Én szerintem én egy nagyon-nagyon optimista ö, 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 világképpen rendelkezem, és nem azért, mert optimista vagyok ö, a geneimnél fogva, hanem azért, mert nem ma születtem, egy reme re rendkívül sok rendszernek az összeomlását, néztem végig, néztem a folyamatokat, néztem a kínokat, amelyekkel megküzdenek ezek a társadalmak. Jelen pillanatban nem a 30-as éveket éljük, még hogyha vannak is olyan erők, mert de nem dominás módon a világpolitikában. Tehát különösen Európában e, szerintem ezekkel a fájdalmakkal, de a nemzeti közösségek túljutnak önmagukra, átlépik a saját árnyékukat, és tulajdonképpen egy, az Európai Egyesült Államokba valahogy meg tudják majd magukat valósítani. Nyilvánvalóan itt látjuk a többségbeséges Európát, ez egy nagyon fájdalmas történet, jobb lenne Túlépni ezen minél hamarabb, de együtt élünk egy csomó emberrel, aki nem tudja saját magát és a saját céljait értelmezni. De ők kell rádöbbenjenek arra, ahogy már említettük a szlovák példán is, mecsár példáján is, de mondhatjuk azt, itt van a magyar példa, Orbán példáján is, hogy ez egy zsákutca. Te magyar ember ott len alsó déva ványán ezt akarod, az újra az összeomlást akarod, az, hogy megint szegény emberre legyél Európának, vagy pedig nem. És erre gyakorlatilag a, egyre inkább a többség megadja a választ. Most vasárnap például ezt én egy ilyen választ hallottam ki. Értem. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Nagyon szívesen, és köszönöm a meghívást. Ara Kovács Attila, filozófus, politikus újságíró volt a vendég ma este. A szerkesztő Selmeci János volt. A kérdező Szénási és Andor, köszönjük a figyelmet, minden jót!